Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió programajánlóját látják. Természeti értékeink címmel nyitja meg legújabb kiállítását a Mosonmagyaróvári Fotóegyesület október 5-én szombaton 16 órakor. A tárlat nyitvatartási időben október 18-áig látogatható a Flash Központ galériáiban. Baba Színházzal várják a legkisebbeket a Fehérló Közösségi Házban október 6-án vasárnap 10 órától. Ezúttal a három kis malac darabját mutatja be a Babos Bábos Társulat. Családi délutánt tartanak a Fehérló Közösségi Házban október 6-án vasárnap 16 órától. A színpadon a Király Kis Miklós báb előadás elevenedik meg. A Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei adnak hangversenyt a zeneszerető érdeklődőknek október 8-án, kedden délután 17:30-tól. Az Orfeum bérlet tulajdonosait várják október 9-én szerdán 19 órától a Flash Központban, ahol a Veresegy Színház mutatja be a Pletykafészek című darabját. A Zapszalma együttes koncertjét tartják október 10-én csütörtökön 14 órától a Flash Központban. Délelőtt az óvodásokat, még délután a kisiskolásokat várják. Jegyek a helyszínen vásárolhatók. Ismét egy asztalnál a Flash Központban október 10-én csütörtökön 18 órától. A vendége ezúttal Kátai Zoltán, Kossuth Díjas énekmondó. A Cigánybáró című nagy operettet mutatják be október 18-án pénteken 19 órakor a Flash Központban. Jegyek a www.tixa.hu oldalon, valamint személyesen a Flash Központban kaphatók. Már megváltható az Orlai bérlet a Flash Központban. A szezon novemberben kezdődik a Varsói Melódia című darabbal. Bérlet korlátozott számban váltható, az 579-707-es telefonszámon, vagy személyesen a Flash Központban. Kedves nézőink, Önök programajánlónkat látták. A programokhoz jó szórakozást kívánok, tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!